Ne hidd azt, hogy senki se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Téged fest egy még újabb követ, de barátságom csillagidőt ígér. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Beláncolnád önmagad, s közben szabadságot kéred, visszakéred. Minden idők egyik legkedvesebb száma ez számomra. Ez a megmondhatatlan. Hát nem ügyeskedj. Mindenesetre köszönjük szépen, hogy így gondoltad. Na, a beszélgetésünk apropója Csepregi Éva, Végvári Ádám és Hitlit Dávid a vendégünk. Ugye a ti formációtoknak az a neve, hogy Neoton Família sztárjai. És úgy szalad az idő, szerintem ezt még ti sem értétek fel, hogy ez a formáció pont ma 10 éves, ugye? Jaj. Nézd, hogy... A fél 9 pont. Na, jó reggelt kívánom! Jó reggelt! Igen, 2005-ben voltunk a Népstadionban, Puskás Ferenc stadionban adtunk egy koncertet, akkor még mind Neoton Família, és akkor elhatároztuk, hogy vagy nem határoztunk el semmit, hanem elkezdtek hívni buliba minket, a többiek már nem akartak jönni, és akkor így hárman, illetve Baracsacsi, ugye a basszusgitárosunk, ő is velünk tart, és Lukács Andi és Lukács Laci, ők társultak hozzánk, ők a háttérzenészek, meg a Hitli Dávid akkor, akkor még a Dávid nem volt. Akkor debütáltál, nem, később léptél nem, a mert csapatba. Még suli volt, meg mit tudom én. Anya még nem engedte. Még kicsi volt. Nagyon kicsi volt. Hogyan ünnepeltek most ezt a 10 éves évfordulót? Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy erre az évfordulóra találtuk ki, hogy most így a nyáron és egész évben egy nagyon szép színpadképet csináltunk, hogy ezzel is ugye hát egy kicsit emeljük az előadásnak a színvonalát, Matrix, animációk, többek között ez a klip is lemegy egyébként a Holnap hajnalig alatt, hogy azért jó beleivódjon az emberek emlékezetébe. Úgyhogy nagyon szép animációink vannak, nagyon szép világítás, tehát azon nagyon sokat dolgoztunk, hogy megtervezzük a színeket, az, hogy mikor, honnan, milyen világítási effektek jöjjenek. Mert hát ugye most már az, hogy 10 éve vagyunk így együtt, azt gondoltuk, hogy kell egy kis valamit hozzátenni a produkcióhoz, hogy szebb legyen. Mert ez a mindig megújulás, ez borzasztó nehéz lehet egyébként. Tehát, hogy ugye ugyanazokat a számokat követelik rajtatok, hát és hát azért van egy elképesztő repertoárotok, de most valami újat megint bele kell csempészni, ugye? Hát ott van Dávid. Új ritmusokat hoz be a zenébe. Mióta dobolsz akkor ebben a csapatban? Most számoltuk ki 8 éve. 8 éve. És ugye a debütálás ugye először még csak úgy volt, hogy ugye Dávid, te felmentél a színpadra, és egy dal erejéig ültél be a dobok mögé. Aztán gondolom, hogy mindenki elfogadta annak a lehetőségét, hogy a folytatást a te kezedbe adják. Igen, így is lehet mondani. Hát igen, hát szép lassan előre törekedett, vagy nem is tudom, hogy volt ez. Hogy... Hát, hogy vagy, Bávi? Hát 2007-ben volt, Gyulával csináltuk hát volt egy dobszóló, ahol Gyula fölhívott folyamatosan a dobos, és akkor én hoztam a tempót, miközben ő tapsoltatott, aztán egyszer csak, ugye, Adam? Hát egy jó sztori volt ez a beállásnál, hogy játszani olyan nóták, hogy a legkisebb fiú. És ez milyen jól hangzik az, hogy jó volt a legkisebb fiú. És a beárásnál Dávid beült dobolni, mert Gyulának dolga volt, elment valahova. És akkor néztük, hogy milyen jól tudja ezt a nótát. Akkor dobold, akkor dobold el. És akkor eldobolta azt. Én azt is tudja, azt is dobold el. De nem, komolyra fordítva, hogy volt, hogy Gyula már azt mondta, hogy ő csak az oldalba akar fölmenni. Igen, küldjék ki a gázit. Nem, hogy ment az Old Boys-szal külföldre, sokat ment a külföldre, és akkor nem tudtunk egyeztetni, és akkor aztán a Dávid lett
a dobosunk. Hát, hogyha már 8 éve működik ez a dolog, akkor nagyon olyan sok nehézséget nem kellett átélnetek, hogy családtagként együtt dolgoztok így a színpadon, de nem, lehet, hogy nem, egyáltalán nem. Úgyhogy ez még olyan jó dolog, és tudom, hogy jó helyen van. Nem kell izgulni, hogy akkor este hova megy az éjszakában. Hátra nézek, ott van a Dávid. Mindig vele valszik, minden szobában úgy. Akkor az Ádám vigyáz rá, úgyhogy... Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nyár ugye tipikusan a fesztivál szezonoknak az ideje. Hogyan álltok? Mennyire van tele, vagy lettel a rendezvénynaptár? Totál? Teljesen? Most például szombaton leszünk a Sör Fesztiválon, fönt a várban. Lehet sörténni. A rosszat mondtam? Nem, hogy elfeledkeztem, megfeledkeztem erről. Nagyon-nagyon jó lesz, mert nagy a felhozatal, tehát itt van egy szakértő. Nagyon jó belga sörök lesznek, én annak kóstoltam. Jó, ennél jobban azért ne akarod promózni a dolgot. De... jó, de hogy mennyire tele vagyunk, az jelzi az, hogy most elmegyünk innen egy helyre, és utána egy órakor indulunk Békés Csabára. Uh-huh. Ott is valamilyen fesztivál van. Sörfesztivál. Nem, az nem az van. Csülök. Sörfesztivál. Kolbász és csülökfesztivál. Az nem az. Ne promózzunk. Pia Dávid, neked egyébként van olyan része a repertoárnak, amit külön nagyon élvezel, vagy adnak, nem tudom, például kapsz tőlük lehetőséget ilyen dobszólóra? Persze, egyszerűen el kell jönnetek, már annyiszor megbeszéltük. Eljöttök. Most hát, nem tudtok szombaton? Én lehet, hogy felszaladok a várba. Na. Jó? Viszont nem lesz a dobszóló. Nem lesz a dobszóló, szóval jó lesz, nem vagyunk benne. Jó lesz. Egyébként nagyon jó most a dobszóló, mert most erre az alkalomra tényleg új, nem? Teljesen új. Ennek az azért is jó, mert amikor elfáradnak a zenészek, az énekesek, akkor ugye átadják a terepet neked. Persze, és akkor te nem mennek ki szabad kezet kapul. De most már megbánták szerintem. De ez van. De jó. Fő van építve, hogy egy ilyen tempóra rádobod először, aztán hűíti az embereket, hogy okosan csinálja. Ó, köszönöm. Na hát gratulálunk a 10. születésnaphoz. Ez tényleg ugye mai napon 10. születésnap. Ugye hát Évi, terve neked még maradnod kell, mert ugye a FEM3 Caféban még beszélni fogsz. Nem tudom, gyerekkori fénykép? Vagy nem, erről? Nem. Szerintem... Jó, ne lőjük le. Az életemről. Az életedről. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük.